Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Már zenél a 67-es terepszemlét tartottak a Kaposvárnál épülő gyorsforgalmi úton. Elkezdődött a tervezés, Mohácsi Dunahíd épülhet néhány éven belül. 69 vádlott, 9 milliárdos kár, vádat emeltek az autóversenyzők ellen. Zárolhatják a bankszámlákat, még egy hónap van a határidő lejártáig. Nem csak gyors, hanem biztonságos is lesz a megújuló 67-es út, ezt mondta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT útfejlesztési igazgatója. A Kaposvárt a Balatonnal összekötő szakasz alapkövét alig másfél éve tették le. A munkálatok gyorsan haladnak, így idén évvégén már át is adják a 32 kilométeres aszfaltcsíkot. A 65 milliárd forintos projektnek köszönhetően több beruházó érkezhet a térségbe, emellett a balatoni turizmusra is kedvezőbb hatással lehet. Már a Republik együttes klasszikus dalát játssza a 67-es út a Somogy-Babodot elkerülő szakaszán. Egyelőre még csak a sajtómunkatársai próbálhatták ki a zenélő utat, évvégére azonban az erre járók is meghallgathatják a dallamokat. Nagyon régi álmunk egész Somogyországnak, különösen az út mentén élőknek és a kaposváriaknak, de azt gondolom, hogy az egész megyét tudja húzni gazdasági értelemben is. A Kaposvárt a Balatonnal összekötő szakasz nem csak a befektetőket vonzhatja majd a térségbe, hanem a turizmusra is kedvező hatással lehet, hiszen a gyorsforgalmi úton gyorsabban és kényelmesebben érhető majd el a magyar tenger. A Kaposvárt a Balatonnal összekötő szakasz alapkövét alig másfél éve tették le, a munkálatok azonban gyorsan haladnak, így idén évvégén már át is adják a 32 kilométeres szakaszt. Nem csak gyors, hanem biztonságos is lesz a megújuló 67-es út. Erről is beszélt híradónknak Pántya József, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT útfejlesztési igazgatója. 20,5 méteres koronaszélességgel épül meg, osztott pályás, középen szalagkorláttal elválasztva, egy oszlopos, két oldali szalagkorláttal. Az osztott pálya, illetve a kétszer-kétsávos kialakítás azt gondolom, hogy mind a utazáskomfortot, mind a kiszámíthatóságot, de legfőképpen a biztonságot fogja szolgálni. Ez egy magas színvonalú útkapcsolatot biztosít az M7-es meg Kaposvár között. Az útfejlesztés másik fontos eleme, hogy új nyomvonalon kerüli el a pálya a térség településeit, így csökkentve az itt áthaladó forgalmat. Eredményesen zárult a Mohácsi Dunahíd tervezésére kiírt pályázat, újabb állomásához ért a beruházás. A fejlesztés Pécs számára is fontos, hiszen utat nyit keleti irányba, Szeged-Debrecen felé is összeköttetést jelenthet a későbbiekben. A tervezés most kezdődik, a beruházás befejezése 3-4 évet vesz igénybe az előzetes számítások szerint. Ma még így néz ki a Mohácsi Duna szakasz, ahol pár éven belül híd állhat, ugyanis kezdődhet a Mohácsra tervezett új Duna híd műszaki tervezése. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT a napokban eredményt hirdetett az erre kiírt közbeszerzésen, erősítette meg a város polgármestere. Kiválasztásra került a tervező cég, a Speciálterv Kft. Fogja készíteni a Duna híd engedélyezési és kiviteli terveit. A NIF ZRT a beruházás bonyolítója, mint minden nagy állami beruházás bonyolítója a NIF ZRT. A kormány másfél milliárd forintos keretet biztosított a híd előkészítésre, az engedélyes és a kiviteli tervek készítésére. Erre 14 hónapja van a nyertes cégnek. A híd 240 méteres lesz, beköti Pécset a keleti országrészek vérkeringésébe, mivel ez lesz Baranya megye első Dunahídja. Az M6-os autópályától a Mohácsi elkerülő úton lévő körforgalmú csomópontig, tehát ez a 6 kilométeres szakasz, ez kétszer két sávos gyorsforgalmi útként kerüljön megtervezésre és majd az átépítésre. A körforgalomtól a Dunahídig terjedő szakasz, ami jelenleg önkormányzati út, az főútvonalként szintén egy bővített, megerősített műszaki kivitellel kerüljön kialakításra. Majd a Duna bal partján az 51-esig egy főutat alakítanak ki, ami kétszer két sávosra bővíthető lesz. Így ez a szakasz része lehet a majdani Pécs-Szeged gyorsforgalmi útnak, ezért a hidat is várhatóan kétszer két sávosra tervezik. A teljes beruházás 2022-2023-ig készülhet el. Az egész Balaton régió gazdaságát és turizmusát szolgálja a 3 milliárd forintos uniós forrásból megvalósuló világörökségfejlesztési projekt.
Jelenleg 8 világörökségi helyszín található hazánkban, ilyen többek között Hollókő, Ófalu és környezete, valamint Budapesten a Várnegyed. Az UNESCO világörökségi címére most a Balaton felvidék látnivalói is pályáznak. Nem csak a Balaton déli, hanem az északi partja is bővelkedik látnivalókban, különösen a Balaton felvidék. Maga a kultúrtáj, a világörökség várományosi kultúrtáj 33 települést érint, ugye itt kiemelkedő kulturális épített természeti értékekről beszélünk. A mi projektünk most csak 8 kiemelt épített örökségnek a védelmét, fejlesztését, a látogatók számára élményorientált bemutatását célozza. Mindazt a Balaton fejlesztési tanács gazdasági igazgatója elmondta, mintegy 3 milliárd forintos uniós forrásból világörökségfejlesztési projekt valósul meg a Balaton régióban. A tanács a Balaton Világörökségért Alapítvány segítségével pályázott a forrásra, amelyből több beruházás még idén elkészül. Balatonfüreden az Eszterházi kastély újul meg, és egy nyaralás történeti látogatóközpontot alakítanak ki. Keszthelyen a kastély turisztikai szolgáltatásának korszerűsítése történik, ahogy megvalósul a Szigligeti Vár komplex turisztikai fejlesztése is, de a Foli Arborétumban is komoly beruházás zajlik. Tihanyban megújul az Apátsági Múzeum és egy napváró terasz is épül, valamint megvalósul az Uradalmi Magtár komplex fejlesztése és a Vízhang Domb tematikus történeti park kialakítása is. Mint azt Fekete Párizs Judit Siófokon elmondta, a világörökség cím az egész Balaton régió számára fontos lenne. A világörökség cím elnyeréséhez egy több lépcsős folyamat vezet. Jelenleg a magyar kormány világörökség várományosi listáján szereplünk. Az első lépcső az lesz, hogy mi legyünk a következő helyszín, akit a magyar kormány javasol az UNESCO részére, hogy elnyerhesse a világörökségi címet. És ha a magyar kormány javasolt minket, akkor utána következő feladat, hogy az UNESCO-t is meggyőzzük arról, hogy micsoda csodálatos érték van itt a Balaton partján. A fejlesztések 2020-ra fejeződnek be, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy mikor lehetnek a világörökség részei ezek a balatoni látnivalók. Innováció, szakképzés, Paks 2, többek között ezek a témák álltak a középpontban a Találjuk ki Baranyát építés hete programsorozatának utolsó napján. A rendezvénynek a PTE műszaki karának új épületrésze adott otthont. Itt a fiatalok megismerkedhettek a partnercégek működésével, az egyetem képzéseivel, de hallhattak előadást a Dél-Dunántúli térség lehetőségeiről Paks 2 kapcsán. Képzési kiállítást és szakmai konferenciát rendeztek a PTM műszaki és informatikai karán. A program a Találjuk ki Baranyát építés heti rendezvénysorozat utolsó állomása. A Modern Városok program keretében újonnan megépült intézményrészben cégek, vállalkozások és szakiskolák mutatkoztak be. Elsősorban azoknak a diákoknak, akiket a megyéből ide utaztattunk, hogy megismerjék őket. Nem titkolt célunk, hogy valamikor majd belőlük egy jó szakmai képzéssel, legyen az középfokú vagy felsőfokú képzés, ezekben az építőipari cégekben jövőt, lehetőséget, munkahelyet lássanak. Emellett szakmai előadásokkal is készült a szervező Baranya megyei kormányhivatal, illetve a meghívott vendégek. Az egyik legfontosabb téma a Dél-Dunántúli térség lehetőségei a paksi atomerőművel kapcsolatban. Erről Kovács Pál beszélt a közönségnek. Az államtitkár kiemelte, Baranya, Tolna, Somogy és Bács-Kiskun megye számára is jó kapcsolódási pontot jelentenek majd az új blokkok építése és működése. Durván ugye az erőmű építése kapcsán 8000 fő lesz az a csúcsban a két blokk építése kapcsán ott lévő személyzet, akinek természetesen a kiszolgálását, ugyanúgy az étkeztetését, szállítását, szórakoztatását, elszállásolását, ezt mind meg kell oldani, úgyhogy itt nagyon jó bekapcsolódási lehetőségek lesznek mind a négy megyében. Az előadások között szerepet kapott az innovatív termékek bemutatása, a karon zajló különböző képzések, valamint a szakképzés 4.0 stratégia. A bemutatók mellett a fiatalok interaktív feladatokat végezhettek és tájékoztatást kaptak a partnercégek működéséről. Országjáró körútját megszakítva Paksra érkezett a város napjára a Paks 2 tájékoztató kamion. Az interaktív jármű az elmúlt évhez hasonlóan rekordszámú, több mint 1500 látogatót fogadott. A rendezvényen mutatkozott be a Paks 2 információs sátor, amely akárcsak a kamion számos játékkal és hasznos tudnivalóval várta a látogatókat.
Másodszor vett részt Pakson, a városnapján a Paks 2 tájékoztató kamion. A járműben látható kiállítás idénre megújult, az információtárat aktualizálták, a kiállítás eszköztárát az eddig szerzett tapasztalatokat felhasználva frissítették, bővítették. A legkisebbeket új tematikus játékok várják, és újra cserélték az áramtermelő kerékpárt is, az interaktív eszközök szöveges tartalmai pedig már angol nyelven is elérhetőek. Egy új, negyedik interaktív tábla különböző játékokat kínál, amely révén a gyerekek, fiatalok játékos formában ismerkedhetnek az atomerőművel, a villamos energiával. Paksra, a város napjára még ezen felül is több újdonsággal, például fotófallal, célba dobó játékkal érkezett meg a tavaly közel 60 ezer látogatót fogadó jármű. Ami még újdonság, hogy van egy hexagon sátrunk is, ami itt debütál a város hete rendezvényen, és célunk az, hogy a közeljövőben, az ősztől kezdődően azokra a különböző önkormányzati rendezvényekre, amik itt a régióban lesznek, ezekre elmegyünk, és helyben adunk tájékoztatást a projektről idősebbeknek, azokról a lehetőségekről, hogy hogy áll a projekt, illetve milyen munkalehetőségek vannak, a fiatalokat pedig játékokkal szeretnénk kicsit közelebb hozni az atomenergetikához. A város napján a Paks 2 kamion az önkormányzat kezdeményezéséhez csatlakozva pecsételő állomásként is üzemelt. Azok között, akik az összes helyszínt felkeresték és ezt pecséttel igazolták, kézdivásárhelyi utazást sorsoltak ki. Ugyancsak sorsoláson vettek részt azok, akik a Paks 2 információs sátrában és interaktív kamionján hibátlan tesztet töltöttek ki. Az interaktív jármű iránt komoly volt az érdeklődés Pakson, a város napján több mint 1500 látogatót fogadott. Munkaerőhiánnyal küzdenek a somogyi állattartók. A gazdák azt mondják, a munkavállalók nem számolnak azzal, hogy a haszonállatokat minden nap el kell látni, függetlenül az időjárástól, hétvégéktől vagy az ünnepektől. Látrányban, egy családi gazdaságban évek óta küzdenek ezzel a problémával. Ha nem változik a helyzet, az is elképzelhető, hogy felszámolják az állományt. Udvaros Zoltán a rendszerváltozás után kezdett el gazdálkodni. Kezdetben csak tejelő, majd később húsmarhákkal is foglalkozott. Mára az állatállomány száma már több mint 2000. Bár a gazdaság évről évre fejlődött, néhány éve komoly munkaerőhiánnyal küzdenek. Az állatok ellátásához legalább 30 dolgozóra lenne szükség, ezzel szemben mindössze 13-an dolgoznak a több mint 1000 hektáros területen. Az a helyzet, hogy tennék, bármilyen ünnep van, esik az eső, esik a hó, vagy például hétvége, vagy éppen fizetés, és fizetés másnapján egyszerűen munkaerő sincsen, de az ünnepnapokon se akar már dolgozni, majdnem senki se, de ez most már úgy néz ki, hogy már hétköznap se. A húsmarhák értékesítésével most nincsen gond, mondja a vállalkozó. Ha a borjak elérik a 300 kilót, akkor a leginkább eladhatóak, itthon és külföldön egyaránt. Ilyenkor átlagosan 1000 forintot adnak a szarvasmarha kilójáért. Viszont ha ekkor nem sikerül túladni rajta, az már plusz költséget és plusz munkaerőt is jelenthet. Udvaros Zoltán és fiai több ezer hektáron gazdálkodnak. Az állatok takarmányozását is legtöbbször önerőből, saját földjeiken termesztett takarmánynövényekből oldják meg. Ha azonban a munkaerőhiány nem csökken, kénytelenek lesznek az állatállományt leépíteni vagy teljesen felszámolni. Alapjaiban változtatná meg a hátrányos helyzetű fiatalok életét egy olyan képzési rendszer, amit a Sellyei Mezőgazdasági Szakgimnáziumban alkalmaznak, mondta Nagy István. Az agrárminiszter egy országos program indításáról is beszélt, melynek kidolgozásához a baranyai településen tanítók nagymértékben hozzájárulnak. Cél, hogy minél több fiatal számára pozitív jövőképet biztosítsanak. Országos programot dolgoznak ki az Agrárminisztérium a Sellyei Mezőgazdasági Szakgimnázium mintájára. Az intézményben folyó képzés lehetőséget adhat akár a hátrányos helyzetű fiatalok számára is, hogy olyan szakmát tanuljanak, melyből előnyt kovácsolhatnak, mondta az agrárminiszter. Azért vagyunk ma itt együtt, nagy cégek vezetői a minisztérium képviseletében, oktatási és szociális szakemberek, mind-mind, hogy megtaláljuk azt a modellt, amellyel ezek a fiatalok elérhetők, amellyel beintegrálhatók a társadalomba, és amellyel egy olyan jövőképet tudunk számukra felmutatni, biztosítani, amely
az ő életüket alapjaiban fogja megváltoztatni. Nagy Csaba országgyűlési képviselő szerint Selye városának létkérdés, hogy egy ilyen szakgimnáziumot működtessen. Ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy az elmúlt időszakban jelentős épületfejlesztések voltak az iskola vonatkozásában, és ez látszik a mezőgazdasági termelők igény szintjének felméréséből, hogy sok új szakemberre van szükség a mezőgazdaság területén belül is, illetve azon cégek vonatkozásában is, akik a mezőgazdasághoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtanak. A tervek szerint, ha az iskola vezetősége elkészít egy átfogó programot, azt más intézmények képzéseiben is hasznosíthatják. Több mint 600 millió forintból újított fel 48 lakást a pécsi önkormányzat a keleti városrészben. A két ütemben zajló szocfészek elnevezésű programban modern otthonokba költözhettek vissza a szegregátum lakói. A projekt célja a társadalmi-gazdasági leszakadás megállítása és visszafordítása. Lezárult a Szocfészek elnevezésű városrehabilitációs program Pécsen. A több mint 600 millió forintból megvalósult projekt célja, hogy a város keleti részének társadalmi és gazdasági leszakadását megállítsa és visszafordítsa. Ennek keretében 48 önkormányzati bérlakás újult meg az utóbbi két évben. A felújítások két ütemben zajlottak, az első ütem még tavaly ért véget. Most tavasszal került sor a második ütem keretében újabb 24 lakásnak a teljes körű megújítására. Azt lehet mondani, hogy 21. századi, tehát a 2019-es elvárásoknak megfelelő önkormányzati bérlakások állnak itt most már rendelkezésre. A lakosoknak, és mint azt a mellékelt képeken is jól lehet látni, megbecsülik ezeket a lakásokat. Itt több lakásban már több mint egy éve benn laknak a lakók, és azt lehet mondani, hogy mindenkinek a megelégedésére és boldogságára valódi otthonként, valódi fészekként tudnak immáron funkcionálni ezek a felújított önkormányzati ingatlanok. A program több mint 100 pécsi lakost érint, akik ebben a szegregátumban élnek. Nekik infrastruktúrális, illetve képzési és foglalkoztatási pályázatok segítenek a jobb életszínvonal elérésében. A következő időszakban további topos és uniós forrásból fejlesztenék a területet, de előkészítés alatt vannak Pécsbányai és Istvánaknai fejlesztések is. Azt mondta, nem szándékosan lőtte meg a saját barátját az a férfi, aki egy kis puskával még tavaly sebesítette meg az áldozatát életveszélyesen Dunakömlődön. Az ügyben szerdán tartott a bíróság előkészítő ülést. Ha a vádlott beismerte volna az ellene felhozott vádpontokat, akkor 9 év börtönt kapott volna. Ez sokkal kevesebb, mint amennyire ezután számíthat majd. A férfinél egyébként a házkutatás során a rendőrök robbanószert is lefoglaltak. Bilincsben és Vezetőszáron kísérték ki a rendőrök a bíróság épületéről a barátjára rálövő férfit még tavaly júniusban. Azóta több mint 11 hónapja van börtönben. A férfi ügyvédje akkor azt mondta, a védence csak figyelmeztető lövést akart leadni. Nem akarta senkinek az életét, és így nyilván a sértett életét sem kioltani. Ő kizárólag egy átgondolatlan és nyilván az alkoholos befolyásoltság következtében egy olyan magatartásra ragadtatta magát, ami nyilvánvalóan nem menthető. Az életveszélyes sérülést okozó lövés ennél a háznál dördült el. Az áldozat és a támadó barátok voltak, egy épület tetején dolgoztak. Munkaközben ittak, majd összeverekedtek. Ezután rohant haza a feldühödött férfi, és egy engedély nélkül tartott kispuskával rálőtt a tetőn térdelő barátjára. A mellkasának jobb oldalán, a 4. és 5. borda magasságában eltalált ez a lövedék, amely megsértette a sértett jobb felső tüdőlebenyét, behatolt a májába, aztán a lövedék a sértett testüregében szétrobbant két részre. Az egyik részét a hátbőre alatt a mellüregen kívül találták meg, a másik oldalát pedig a sértett májában. A meglőtt férfi több mint 2 liter vért veszített, 3 órás életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. A vádlottnál a rendőrök a házkutatás során az illegálisan tartott fegyveren kívül még több mint 1300 lőszert és robbanóanyagot is találtak. A férfi most ugyanazzal védekezett, amit korábban az ügyvédje is mondott, vagyis, hogy nem célzott lövést adott le, és nem akarta megölni az áldozatot, csak rá akart ijeszteni. Nem kellett célozni, nem csak felemelte a vállhoz, de nem célozva adtam le a lövést. Előrítettem a hüvelyt, majd vagy eldobtam, vagy ölemmel raktam, azt már nem tudom. A férfi 9 év börtönt kapott volna az emberölési kísérletért, ha most mindent beismer. Így viszont újabb tárgyalások és valószínűleg egy még ennél is súlyosabb ítélet várható az ügyben. A Baranya megyei főügyészség 69 személlyel szemben emelt vádat üzletszerűen elkövetett sikkasztás és más büntettek miatt. Az okozott kár közel 9 milliárd forint. A vádat a 2012-t megelőzően autóversenyzői tevékenységük finanszírozására egy bűnszervezetet hoztak létre, mely egy számlázási láncolatot épített ki.
Ezek a NAV nyomozóinak felvételei az elfogásról. Autóversenyzéssel összekötött sikkasztás, adócsalás az ügy lényege. Ez a 600 oldalas vádirat, amit a nyomozás adatai alapján állított össze a Baranya megyei főügyészség. A vádlottak 2012-t megelőzően azért, hogy az autóversenyzési tevékenységüket finanszírozzák, létrehoztak egy bűnszervezetet, amely kiépített egy számlázási láncolatot. Ez a számlázási láncolat ez fiktív reklámszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódott, és ezzel a bűnszervezet tulajdonképpen érdekelté tette a támogató gazdasági társaságokat, illetve azok vezetőit abban, hogy a vádlottaknak az autóversenyzését támogassák. Ugyanis a cégvezetők a támogatás összegéből részesedést kaptak. Így elsikkasztották a gazdasági társaságok vagyonát. A valótlan számlákkal pedig költségvetési csalást követtek el. Kevesebb adót fizettek, mint amit kellett volna. Mindezt bűnszervezetben tették. Tehát a legsúlyosabb bűncselekmények büntetési tétele 5-10 évig terjedő szabadságvesztés, ami ugye a halmazati, illetve a bűnszervezetben történt elkövetésre vonatkozó szabályoknak megfelelően még a többszörösére emelkedik, így nyilvánvalóan a bíróság majd az ilyen módon megemelt büntetési tétel keret között kell majd a büntetést kiszabnia. 69 vádlott szerepel az ügyben, ők 9 milliárd forintot sikkasztottak el, a költségvetésnek pedig 2 milliárd adót nem fizettek meg, aminek közben egy részét, 800 millió forintot megtérítettek. Az ügy főszereplője egyébként Tolnaiak, az elfogultság elkerülése miatt került a baranyai ügyészséghez az ügy. Másfél év börtönt kapott jogerősen az a férfi, aki halálos balesetet okozott egy pénzszállító autóval Szekszárd és Kakast között még 2016 nyarán. Túl gyorsan hajtott, ezért nem tudta a sávban tartani a teherautót, ami egy öttagú család személyautójába csapódott. A legkisebb, 3 éves gyermek a helyszínen meghalt, és mindenki másnak maradandó sérülései keletkeztek. A felismerhetetlenségig összetörött a személyautó eleje az ütközés következtében. 2016. júniusában a 6-os úton Szekszárd és Kakast között csapódott egymásba a pénzszállító teherautó és a személykocsi. A személyautóban egy öttagú család utazott, a legfiatalabb gyerek, egy 3 éves fiú a helyszínen meghalt, az ütközés erejétől kitörött a nyaka, a család többi tagja pedig súlyos csonttöréseket szenvedett. A balesetet a teherautó sofőrje okozta. A 90-es táblánál 117-tel hajtott a szakértő szerint, emiatt nem tudott bevenni egy kanyart és áttért a szembejövő sávba, a két jármű így frontálisan ütközött. Az ügyben május végén született elsőfokú ítélet, akkor a bíró másfél év fogházbüntetésre ítélte a pénzszállító sofőrjét. A férfi fellebbezett, azt akart elérni, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia, csak próbaidőre függesszék fel. Az ügyet most tárgyalta másodfokon a szekszárdi törvényszék, az eljáró bíró végül helyben hagyta a korábbi ítéletet. 126/2018/49-es számú ítéletét helyben hagyja. Az elsőfokú ítélet kihirdetése óta eltelt további időt a járművezetéstől eltiltás időtartamába a törvényszékbe számítja. A tárgyalás után a 3 éves öccsét elvesztő középső lány megkönnyebbülten nyilatkozott. Azt mondta, a másfél éves büntetés elégtételt jelent nekik az okozott fájdalmakért. Nekünk is maradt nyoma. Tehát neki is maradjon nyoma az erkölcsi bizonyítványban, hogyha felfüggesztetet kapott volna, hogy ők kérték, annak ugye nem lett volna nyoma az erkölcsi bizonyítványban. A személyautóban utazó család tagjai közül többeknek azóta is folyamatosan kórházba kell járniuk a maradandó károsodásaik miatt. Az édesanya a tárgyaláson sem tudott részt venni, a lánya erről elcsukló hangon beszélt. Anyukám jelenleg is kórházban van, mert a behelyezett protézist az összbegyulladt neki. Emiatt antibiotikumos kezeléseket is kapott, és nem bírta a mája. Emiatt tegnap nem engedhették haza. Apukám fizikoterápiás kezelésekre jár még könyökével. A balesetet okozó pénzszállítót vezető férfi legkorábban a büntetése felének letöltése után engedhető feltételesen szabadlábra, vagyis ha jól viselkedik a börtönben, akkor 8 hónapot kell ott töltenie. A pénzmosás elleni törvény értelmében minden pénzintézetnek 2019. június 26-áig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét. Ha valaki nem tesz eleget a törvényi kötelezettségének, a határnapot követően zárolják a számláját, nem fog tudni hozzáférni a pénzéhez. A felmérések azt mutatják, országosan az ügyfelek közel 50%-a nem foglalkozott eddig a kérdéssel. Mindenkinek minden olyan szolgáltatóhoz be kell mennie külön-külön, ahol pénzügyi számlája van, és ott az azonosítást el kell végeznie.
mondja Gáspár Csaba, a Hungária Takarék ügyvezető igazgatója. A tapasztalatok azt mutatják, az emberek egyelőre nem mérik fel annak veszélyét, ha nem tesznek eleget a törvényi kötelezettségnek. Mondok erre élő példát. Például, hogyha egy bankban a pénzforgalmi számláján nem végezte el az újraazonosítását az ügyfél, akkor például a kártyáját másnaptól nem tudja használni. Vagy a pénzkiadó automatából nem tud készpénzt fölvenni, nem tudja a pénztárban a pénzét magához venni, nem tud utalásokat indítani. Én azt gondolom, hogy ez a mai világban ezek elég súlyos következmények, főleg úgy, ha valaki nem készül föl rá, és nincs tisztában ezzel a problémával. A pénzmosási újraazonosítás elvégzésére kötelezettek a bankok, a takarékszövetkezetek, a biztosítók, a lakástakarékpénztárak és az értékpapírkereskedők ügyfelei is, vagyis több millió pénzügyi számlával rendelkező személy. A procedúra valóban csak néhány percig tart, ám ha az utolsó vagy az azutáni percben akarja valaki teljesíteni a kötelezettségét, hosszú sorokra számíthat. Nem csak a lakossági ügyfelekre vonatkozik ez az azonosítási kötelem, hanem a jogi személyiséggel bíró ügyfelekre is. Ezt magyarul úgy tudnám fordítani, hogy például a vállalkozások, cégek ugyanúgy kötelezettek az újbóli átvilágításra, illetve a hivatalos terminológiával a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, például az önkormányzatok ugyanilyen átvilágítási kötelezettség alá esnek. Ugye érezhető, hogy itt azért nem kis súlyú kockázatokról beszélünk, hiszen hogyha egy önkormányzat pénzforgalmi számlái 27-től június 27-ig nem működnek és nem lesznek alkalmasak a forgalmazásra, az nagyon komoly problémákat okoz, de ugyanúgy, hogyha egy cég, egy vállalkozás egy vagy több számlája erre a sorsa jut, ez szintén nem kívánatos állapot senki számára. A magánszemélyek az azonosításra szolgáló bármely okirattal és lakcímkártyával vagy ennek fénymásolatával, míg a gazdasági szervezetek a cégkivonattal kell, hogy elvégezzék az azonosítást. A szükséges formanyomtatványok letölthetőek a pénzintézetek honlapjairól. Nem kell személyesen befáradni a pénzintézetekbe, de az, hogy elektronikus vagy postai úton lehet elküldeni a szükséges nyomtatványokat vagy másolatokat, intézetenként változik. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. A Metmark ezt megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszom perforált vagy expandált lemezt, kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a pengeéles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadhálók gondoskodnak. Metmark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmark.hu. Körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Electroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Electroid Kft. Minden, ami villanyszerelés. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátra levő részében. Gyerekjátékokat vizsgáltak, 50-ből 18 kis motort szűrt ki a fogyasztóvédelem. Júniustól indul a pécsi e-közbiringa rendszer, 70 elektromos kerékpár érkezik hamarosan a városba. Államtitkári látogatás, a siófoki kézilabdaklub fejlesztéseit tekintette meg Szabó Tünde.
Összefogta Gereben Líviáért véradást szerveznek és pénzt gyűjtenek a csapattársai a válogatott kosarasnak. A zárszámadás volt a legfontosabb téma a pécsi közgyűlésen, emelte ki a polgármester. Páva Zsolt azt mondja, eredményes volt az a munka, mely végül pozitív irányba billentette az önkormányzat gazdálkodását. Közben ellenzéki oldalról az egyik városi cégvezetőnek kifizetett prémiumról kérdeztek, miért kapott pénzt az igazgató, ha azt a szakbizottság nem támogatta. Miért kaphatott prémiumot a Tükebusz vezérigazgatója úgy, hogy azt nem támogatta a város pénzügyi bizottsága, tette fel a kérdést a csütörtöki közgyűlésen pécsi Jobbikos képviselője. Gyimesi Gábor ezt megkérdezte a keddi bizottsági ülésen is. Láthatóan a bizottság tagjait is meglepte a kérdés, és ugye nem is tudtak válaszolni a kérdés, hanem rögtön átadták a szót az érintettnek, a vezérigazgató úrnak, aki elmondta azt, hogy igen, a polgármester úr úgy döntött, hogy ez mégis kifizetésre kerül. Azt hiszem, mindent elmondtam ezzel kapcsolatban, tehát tényleg felfoghatatlan. Főleg ugye a Tükebusz, ami finoman szó, és hát nem a legsikeresebb és a legjobban működő önkormányzati cégünk, úgyhogy maximálisan felháborítónak tartjuk ezt a történetet. A pécsi busztársaság vezetője az éves fizetésének 70%-át kaphatja meg prémiumként, mint az összes többi önkormányzati cégnél dolgozó vezető. Ez az ő esetében 6,5 millió forintot jelent a fellelt adatok szerint. Pécs polgármestere Gyimesi kérdésére azt mondta az ülésen, önállóan dönthet a prémium kérdésben. Kapott prémiumot, de kevesebbet a cégvezető. Hogy pontosan mennyit, nem tudja fejből, írásban küldi ezt meg a Jobbikos képviselőnek. Páva Zsolt szerint a zárszámadás volt csütörtökön a legfontosabb téma. Egy nagyon jelentős plusszal zárult a tavalyi gazdálkodásunk, ennek a pontos száma 4,7 milliárd forint, vagy másként a 4700 millió forint. Egy óriási összeg egyébként, és ennek tényleg nagyon sok összetevője volt. Mindenek előtt az, hogy sikerült egy nagyon rossz, mondjam így torz költségvetési szerkezetet nagyon nehéz, nagyon tényleg hónapokon, éveken át tartó munkával átalakítani. Ennek pedig megvan az eredménye. Végre van pénz a tarsolyban, mondja a polgármester. Arról, hogy ezzel a pénzzel mit kezd a város, a júniusi közgyűlésen döntenek majd a képviselők. Árufeltöltőnek, raktárosnak is álltak, de a mentősök munkájával is megismerkedhettek azok a fiatalok, akik a Neked munka, nekem álom programban kipróbálhatták a munkavilágát. Somogyban már harmadik éve váltja valóra a fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek álmát a kezdeményezés, amelynek elsődleges célja, hogy lebontsa a falakat az épek és a sérültek között. Katalin, aki a két helyi értelmi fogyatékosok otthonának lakója, izgatottan érkezett a kaposvári mentőállomásra. Szeretettel köszöntünk a kaposvári mentőállomáson, és örülünk, hogy minket választottál, és a mai nap folyamán be fogjuk neked mutatni, hogy a mentőknek a mai napi életét. Katalinnak ez a munkahely volt az álma, most egy nap erejéig teljesült is a kívánsága. Sok helyen voltam korábban, és már nagyon rég megakadtam ismerni a mentőnösnek a dolgát meg, úgyhogy az egészre kíváncsi voltam. Először a mentőautókat szerette volna megtekinteni Katalin, akinek részletesen be is mutatták a járműveket, azok felszereltségét. Ül hátul egy ápoló, aki a betegellátásban segítkezik, a betegellátást végzi, illetve ezen az esetkocsin ül jobb oldalon elől, kivonuláskor egy mentőtiszt, akinek mentőtiszti végzettsége van, és hogyha kérkezünk a helyszínre, akkor utána ül felel a betegellátásért, ő mondja meg, hogy mi történjen a beteggel a helyszínen. A mentősök szívesen vezették körbe Katalint az állomáson. A hivatásuk során nap mint nap embereket mentenek. Ezúttal egy álom megvalósulásában segítettek az egyenruhások. A munkánk során nagyon sok sérült emberrel találkozunk, és ezek a sérülések nem csak testi sérülések, hanem nagyon sokszor lelki sérülésekkel állunk szembe. És ezért kapcsolódtunk a Neked munka, nekem álom kezdeményezéshez. Hazánkban 2015-ben indult a Neked munka, nekem álom program. 2017-től már az ország valamennyi megyéjében megvalósult. 2010 óta több mint duplájára emelkedett a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása hazánkban. Ma az országos foglalkoztatási rátájuk 40%. Somogyban ez 11-ről 19%-ra történő emelkedést jelent. A megyében jelenleg 24 ezer megváltozott munkaképességű ember él, mintegy ötödük dolgozik is. Akik nem tudnak munkát végezni, vagy nem tudnak elhelyezkedni, nekik is segít a Neked munka, nekem álom
program. Ez a program igazából arra is nagyon jó, hogy bízunk benne, hogy a személyes találkozó segítenek lebontani a falakat a fogyatékkal élő és a nem fogyatékkal élő emberek között. Kaposváron szerdán 10 fogyatékkal élő megváltozott munkaképességű ember álmát váltották valóra 9 munkahelyen. Veszélyes gyerekmotorokat szűrt ki a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy országos vizsgálat során 50 gyermekjátékot vizsgáltak, ebből 18-ról derült ki, hogy balesetveszélyesek. Szekszárdon is ki kellett vonni a forgalomból egy játékot a hatóságnak. Többek között ilyen gyermekmotorokat vizsgált országszerte a fogyasztóvédelem. Az egész országban 50 játékot vizsgáltak a szakemberek. A Tolnamegyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályvezetője azt mondta, olyan termékeket vizsgáltak, ami veszélyes lehet a gyermekek testi épségére. A gyermekek tömegét hordozó játékoknál, itt egyszerűen a biciklire, a rollerre, a gokártra, ezekre kell gondolni. Ott a teherbírását, az összecsukásnál az éles és kiálló részeket vizsgálja a laboratórium. Bár csak 50 terméket vizsgált a fogyasztóvédelem, lehetnek még olyan játékok, amik veszélyt jelenthetnek a gyermekekre. Különösen az olyan játékmotorok vagy rollerek, amikről leeshetnek bizonyos részek, veszélybe sodorva a kisgyerekeket. Fontos, hogy a gyermekjátékok vásárlásánál odafigyeljen a szülő arra, hogy szakértőktől vásárolja meg a játékokat, kiegészítőket. Az egyik legfontosabb dolog, ha a gyermekeinknek vásárolunk bármilyen terméket, én mindenkinek azt javaslom, hogy a beszerzési forrás célszerű megnézni. Meg kell nézni, hol, melyik üzletbe vásárolunk, hogyha bármi problémánk vagy panaszunk van, akkor vissza lehessen esetleg vinni, vagy oda helyre, oda fordulni, ahol korrekten kezelik ezeket a történeteket. Az ellenőrzött 50 termékből 18-at vont ki a fogyasztóvédelem, ebből egy gyermekjátékot találtak Szekszárdon, amit azonnali hatállyal kivontak a forgalomból. Népszerű a Balaton. 5-ből 4 magyar legalább egy alkalommal a tónál üdül az idén. A foglalások átlagértéke pedig 110.000 forint. Ez derül ki az egyik legnagyobb hazai szállásfoglaló portál friss felméréséből. A legkedveltebb úti cél Siófok, de a top 10-ben kapott helyet Zamárdi, Fonyód, Balatonboglár és Balatonlelle is. Készülő futópálya az Árpád-parti strandon Fonyódon. Ez a település a szállásfoglalások alapján a 10 legkedveltebb úti cél közt van a magyarok körében. A déli parti településen 180.000 vendég éjszaka volt tavaly, amely a most zajló strandfejlesztéseknek és a különböző beruházásoknak köszönhetően várhatóan tovább nő majd. A polgármester szerint nem csak a szabadtéri attrakciók miatt kedvelt a település, a népszerűség az átgondolt városépítő munka eredménye. Fejlődtek nagyon szépen a vállalkozások, a strandjaink, különböző kulturális intézményeink, nagyon jó az egészségügyi ellátásunk, és hát valószínűleg ezeknek az összessége hozta azt, hogy Fonyód is benn van a 10 legkedveltebb balatoni üdülőkörzetbe. A most publikált felmérés szerint a balatoni szállodák 80%-a már telített az idei szezonra. Itt Zamárdiban, amely a 4. helyen végzett a top 10-es listán, ez fokozottan igaz. Ebben a 4 csillagos szállodában például már alig van hely az idei szezonra. Nem meglepő, hogyha azt mondom, hogy nagyon jól állunk a nyárra, és nagyon jó a foglaltsági előrejelzés. Alapvetően a július közepétől egészen augusztus 25-ig gyakorlatilag 90% fölött van jelenlegi foglaltságunk. A szállás.hu felmérése szerint a leginkább telített időszak idén a július 15 és 28-a közötti hét lesz. Erre az időpontra már alig akad hely a balatoni szállodákban. A legnépszerűbb úti cél Siófok, Balatonfüred és Hévíz. Őket követi Zamárdi, Balatonboglár és Balatonlelle. A 10-es listán Keszthely, Balatonföldvár, Fonyód és Balatonalmádi kapott még helyet. A következő percekben a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed program ajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelően Kft. Ajánlásával. Fényfesztivál idén is Pécsett. Immár 4. alkalommal közel 170 ingyenes kültéri és beltéri programmal, bámulatos fényfestésekkel, fényinstallációkkal, utcaművészeti produkciókkal és koncertekkel vár Magyarország első számú fényművészeti attrakciója, a Zsolnai Fényfesztivál. A tavaly több mint 70.000 látogatót vonzó esemény idén, június 27-e és 30-a között várja a különleges fényélményekre vágyókat Pécs belvárosában.
A Flip Flop and the Flyers 2009-ben alakult rockabilly zenekar Pécsett. Dalaikban a rockabilly stílus az 50-es évek világa keveredik a mával. Ezzel a műfajjal Magyarországon legfőképp csak Budapesten találkozhatott a közönség, legyen szó bandáról, vagy ennek a zenének otthont adó szórakozó helyről. Június 1-én Pécsen koncerteznek az E78 koncertteremben. Munkácsi Mihály alkotásai a Zsolnai negyedben. A világhírű magyar festőzseni kiállítása Pák Imre magyar-amerikai műgyűjtő kollekciójából május 17-én megnyitotta kapuit, és fél éven át lesz megtekinthető az M21-es galériában. A kiállításon Munkácsi festményei, több rajza, tanulmánya, vázlatai és az életét dokumentáló fotóanyag is szerepel, összesen 58 mű és közel 20 fotó. A programokról részletesen a www.pecsiprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! Megkezdődnek a Balatoni Bringa körút felújítási munkálatai, a cél egy biztonságos nyomvonal kialakítása, a 670 millió forintos fejlesztés tovább növelheti a Balaton régió vonzerejét. Munkagépek dolgoznak Siófokon a Baross Gábor utcában. Elkezdődött a Balatoni Bringa kör felújítása. A kerékpárosok már nagyon várták, hogy modernizálják a mintegy 210 kilométeres tókerülő bringa utat. A Szemes és Lelle között egy teljes szélességű aszfalt terítést láttam tegnap, vagy tegnap előtt, nem emlékszem. És hát másút nem, de majd figyelem. Meg Tihanyban már tavaly megcsinálták azt a gyökerek által fölnyomott bringa utat a magyar aszfaltnak a hathatós közreműködésével. Az első ütemben 14 településen és 42 kilométeren zajlanak a munkálatok. Lesz, ahol új nyomvonalat alakítanak ki, vagy a meglévő kap új és szélesebb aszfaltréteget. A déli parton jellemzően kisebb javításokat végeznek majd. Itt, ahogy mögöttünk is látható, nagyon sok számos ilyen van, lokális beavatkozásokat, kátyúzásokat, burkolati javításokat végzünk, aknafedlapok szintbe emelését, az se akadályozza, és ne legyen balesetveszélyes a kerékpáros közlekedés, valamint a forgalomtechnikai jelzéseket, burkolati jeleket, táblákat fogunk kihelyezni, elhelyezni a kresznek megfelelően, hogy a közlekedés biztonsága az megfelelő legyen. A Balatoni Bringa körút felújítását hosszas egyeztetések előzték meg, annak érdekében, hogy az leginkább szolgálja a kerékpárosokat és az érintett önkormányzatokat is. Végiggondoltuk az útvonalat, és nagyon alaposan önkormányzatokkal, kerékpáros szervezetekkel egyeztetve sok helyen új útvonal fog kijelölésre kerülni. Úgyhogy én nyugodtan mondhatom, hogy szerintem az a kerékpáros útvonal, ami most a Balatoni Bringa körön meg fog valósulni, az jelen körülmények között a legcélszerűbb, legoptimálisabb kerékpárút lesz. A Bringa körút felújítása mellett fontos, hogy a háttértelepülések is bekapcsolódjanak a kerékpáros fejlesztésekbe, így vonzó úti céllá válhatnak a régióba érkezők számára. A Balatoni Bringa körút első része Balaton-Lelle és Balaton-Almádi között a tervek szerint június végén készül el. A második ütem ősszel kezdődik, és előreláthatóan 2020 tavaszán adják majd át. A felújítás összköltsége 670 millió forint. A tervek szerint még ebben az évben megkezdődik emellett a Budapest-Balaton kerékpárút kivitelezése is, amely mintegy 110 km hosszúságú útvonal. Júniustól indul a Pécsike elnevezésű e-közbringa rendszer. A 7 dokkoló állomás már megépült, hamarosan a 70 darab kerékpár is megérkezik a Baranyai megyeszékhelyre. A város képviselőtestülete a közgyűlésen döntött a tarifákról. A szolgáltatás igénybevétele a következő néhány hónapban olcsóbb lesz a próbaüzem ideje alatt. Ez egy rendkívül jó ötlet. Mondja ez a fiatal a Pécsike néven hamarosan elinduló e-közbringa rendszerről. A dokkolókat már kiépítették, ez az állomás a Kossuth téren kapott helyet. Emellett még 6 másik helyszínen is láthatják a pécsiek az egyelőre még üres tárolókat. Nekem is van elektronos kerékpárom, én is szívesen használom. Nagyon jó dolog. Jó dolognak tartom. Júniusban már 70 darab elektromos kerékpár szolgálja ki azokat, akik biciklivel közlekednének a városban. Alkalmi, de rendszeres használatra is lehet majd bérelni a járműveket. Ezt egy Pécsike plastikkártyával tehetik meg a felhasználók, melyet regisztráció után kapnak meg 600 forint ellenében. A csütörtöki közgyűlésen arról döntött a képviselőtestület, hogy milyen árakkal fog működni a rendszer. Lesz egy bevezető időszak egyébként, amikor olcsóbb lesz a megszokás vagy a betanulás időszakában ez a rendszer,
de az biztos, hogy a tükekártyások ezzel megint csak jól fognak járni, és az biztos, hogy összevetettük két másik nagyváros számaival a déteni díjakat, Miskolc és Győr példájával éltünk. Mind a két esetben drágább egyébként a használata, mint a pécsik esetében. Még úgy is, hogy egyébként elektromos kerékpárról van szó, pedig hagyományos tekerős bicajokról van szó. A próbaüzem időtartamát november 30-áig állapították meg. Eddig az időpontig a rendszeres felhasználók 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a szolgáltatást. A pécsike ezután minden évben március 1-től november 30-áig üzemel. A bérletek érvényessége is ezen időszakra vonatkozik. Már víz alatt van a Paksi komp, árhullám vonul végig folyóinkon. A Dunán szombaton tetőzött a vízszint, de a Komáromtól lejjebb eső hazai szakaszon jelenleg is magas a vízállás. Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban újabb árhullám várható az esőzések miatt. Víz alatt a Paksi komp kikötő. Szombaton délelőtt még egy talp alatnyi rész szárazon volt, ahol beszélgettünk a kikötő tulajdonosával, de gyakorlatilag egy óra elteltével teljesen elárasztotta a kikötőt a víz, egy négyzetcentiméternyi terület sem maradt szárazon. Itt jöttünk le, de vissza már nem tudtunk menni az épület mellett, mert 10 perc alatt elöntötte a víz, olyan gyorsan emelkedett. Ugyanis jelentős mennyiségű csapadék hullott az elmúlt napokban, folyóink vízgyűjtő területein, több hazai folyó is árad. Erre lefele a Duna alsó szakaszán az a budapesti 600-as vízállás, az nem okoz gondot itt az alsó szakaszon még, de attól magasabb, az már jobbára a gemenci erdőgazdaságot veszélyezteti. A Duna szombaton tetőzött Budapestnél másnap ért az alsóbb szakaszhoz, így Paksra is, ahol felkészültek az áradásra. A motorcsónakokat elvitték a hangárba, a komp pedig a rendszeresen használt kis vízi kikötőtől feljebb, a 800 méterrel lévő nagy vízi kikötőből indul. Nem volt akkora víz, hogy az elmúlt 20-30 éve, mióta én üzemeltetem, illetve itt tevékenykedem, hogy ne tudtunk volna közlekedni. Mindkét partot meg tudtuk közelíteni, mindkét parton ki tudtunk kötni. Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban újabb árhullám várható. Civil kezdeményezésekből és adományokból készült el a szóládnezdei erdei kápolna, melyet szombaton szenteltek meg. Latorcai János, az országgyűlés alelnöke beszédében kiemelte, ez a hely ráirányítja a figyelmet a nemzeti keresztény értékeinkre, melyek napjainkban különösen fontosak. Zarándokhelyként keresik fel sokan a Szólád határában lévő nezdetetőt, de a kirándulók is szívesen túráznak erre a különleges panoráma miatt. Civilek 10 éve határozták el, hogy ezen a helyen kápolnát építenek. A tervek mostanra váltak valóra. Ha valaki itt megáll a nezde dombon és egy kicsit szétnéz, és nem a vitorlásokat látja a tavon, hanem csak magának a tónak a méltóságát és szépségét, akkor egész biztosan az időtlenségnek jut a birtokába, és hogyha ebben az időtlenségben egy picit a tér és idő korlátait feloldja, akkor magába tudja engedni mindazt, ami az 1000 éves történelmi múltunkból fontos. A kápolna szentelő ünnepségen Latorcai János, az országgyűlés alelnöke beszédében kiemelte, ez a hely ráirányítja a figyelmet nemzeti keresztény értékeinkre, amelyek napjainkban különösen fontosak. A nezdetető Koppány ősi szálláshelye volt, és a legenda szerint itt is temették el a pogány vezért. Amikor Veszprém várában ugye négy felé vágták, a négy felé vágás már egy egyéb somogyi harcosnak a teste volt, akit odaadtak a somogyi harcosok, és akkor a nagy fejedelemnek a testét Bödőhajón áthozták valahol a Balatonon, Földvár vagy Szárszó magasságába, és akkor egy szent hegyen eltemették. Ma már Zarándokhely is a nezdei tető, amelynek kápolnája adományokból valósult meg. Egészségházat adtak át Gerjenben, a település számára ez kiemelkedő fejlesztésnek minősül, hiszen az egészségügyi szolgáltatások egy helyen lesznek elérhetők, megújult, modern környezetben. A beruházás jelentős részét a terület és település fejlesztési operatív programból finanszírozták. A kormánynak az fontos szándéka, hogy ezek a kis települések pont meg tudják tartani a településen élő fiatalokat, és akkor a fiatalok pedig a gyerekek révén megújítsák ezeket a településeket. Süli János tárca nélküli miniszter köszöntötte Gerjenben az egészségház átadóján megjelent lakosságot. A miniszter megjegyezte,
hogy a hasonlóan jól átgondolt projektek megvalósítását fontosnak tartja, hiszen a település minőségi egészségügyi szolgáltatáshoz juthatott. Az orvosi ellátásokat eddig több helyszínen tudták igénybe venni a gerjeniek. A fejlesztésnek köszönhetően egy épületbe került a házi orvosi ellátás, a fogászat, a védőnői szolgáltatás és az orvosi ügyelet is. Mindenre nagyrészt a terület és település fejlesztési operatív program pályázati forrásából került sor. Közel 52 millió forintot kaptunk a beruházásra, és ez így önmagában nem lett volna elég, illetve nem tudtuk volna teljes körű felújítást elvégezni és az eszközbeszerzést megejteni, úgyhogy a külön kiegészítőként a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályáztunk eszközbeszerzésre, többek között a fogorvosi széket, defibrillátor, TKG készüléket és több nagyobb értékű eszközt tudtunk beszerezni. Romhányi Károly kiemelte. Településük számára fontos volt az egészségügyi szolgáltatás színvonalának emelése, és a Paks 2 beruházás miatt jelentkező létszámnövekedés ugyancsak indokot adott a fejlesztés megvalósítására. Véradást szerveznek és pénzt gyűjtenek a csapattársai a Szekszárdi KSC-ben játszó Gereben Líviának. A 19 éves válogatott kosárlabdázónál május elején diagnosztizáltak leukémiát, azóta Budapesten kemoterápiás kezelést kap. Ehhez viszont folyamatosan friss vérre van szüksége, a gyógyszerek ugyanis nem csak a fehér, hanem a vörös vérsejtjeit is roncsolják. Nem csak pályára tudott lépni a Livike és 30 percet játszott, hanem brillírozott, ő volt a csapat legjobbja. A KSC Cegléd elleni utolsó bajnoki mérkőzéséről írt újságcikket mutatja a csapat szakmai vezetője. A meccs legjobbja a Szekszárdon játszó válogatott Gereben Lívia volt. A 19 éves sportolóról néhány nappal az idegenbeli győzelem után derült ki, hogy leukémiás. A szekszárdi sportcsarnok előterében felállított büszkeségfal tele a Lívia játékát méltató újságcikkekkel. Őt azóta már Budapesten kezelik. Kapja folyamatosan a kemoterápiát. Az anyukája elmondta, hogy a körülményekhez képest nagyon jól viseli hozzá megszokott harciassággal és erővel. Egyébként egy nagyon jó orvosi tím dolgozik vele a Szent László kórházban, folyamatosan minden rezdülését figyelik, ha már picit fáj a háta, vagy kicsit bevérzik a szeme, vagy bármi van, rögtön kezelik, de szerencsére eddig olyan túl nagy probléma nem volt. Lívia a körülményekhez képest jól van. A csapat a szakmai vezetője azt mondja, ebben sokat segít neki, hogy a szülei szinte folyamatosan mellette vannak. A KSC stábja és a játékosok pedig mindent elkövetnek, hogy segítsék őt és a családját a nehéz időszakban. Van most egy szomorú apropó, édesapám meghalt, aki ugye nemzetközi kosárlabda játékvezető az utóbbi időben, nagyon komoly törzsszurkolója volt a csapatnak, és azt gondolom, hogy ő is így akarná, hogy jövő csütörtökön, május 30-án lesz a temetése, és hogy csak egy-egy kék vagy fehér rózsával róják le a gyászolók majd a kegyeletüket, és a koszorúra szánt pénzt azt pedig Livinek és a családjának fogjuk gyűjteni. Emellett a KSC-sek irányított véradást is szerveznek a válogatott kosarasnak. A kemoterápia miatt ugyanis folyamatosan vérre van szüksége. Az első ilyen segítő alkalomra június 14-én délután 2 és 5 óra között kerül sor a szekszárdi sportcsarnokban. A véradó állomásokon pedig nem csak ekkor, hanem bármikor fogadják a Gereben Líviának felajánlott segítséget. 2010 óta a kormány azon dolgozik, hogy egészséges sportnemzet legyünk, erről beszélt Szabó Tünde sportért felelős államtitkár Siófokon, aki az EHF Kupa győztes siófoki kézilabdaklub fejlesztéseit tekintette meg. A szakpolitikus kiemelte, ezek a beruházások hozzájárulnak ahhoz, hogy az élsportolók magas színvonalú körülmények között készülhessenek, emellett pedig az utánpótlás nevelésben is komoly szerepet tölt be. Személyesen látogatott el Szabó Tünde a siófoki kézilabdaklubhoz. A szakpolitikust a sportolók vezették körbe a régi és az új létesítményekben. Az elmúlt években nagyrészt TAO forrásból komoly fejlesztések valósultak meg a siófoki csapatnál. Megépült többek között a munkacsarnok, a kis szilárd sportcsarnok és a sportszálló is. Az államtitkár betekintést nyerhetett a lányok hétköznapjaiba is. Emellett Szabó Tünde gratulált a csapat EHF győzelméhez is, amelynek köszönhetően immár 5. alkalommal hódította el magyar csapat a kupát. Ugye azzal, hogyha az élsport sikeres, automatikusan a sportágakba jönnek a fiatalok. Kézilabda sportágunk mindig is sikeres volt, és a rohanó világunkban a sport is igényli azt, hogy különböző feltételeknek meg tudjunk felelni. Azzal, hogy létesülnek a sportakadémiáink, ezáltal tudjuk megteremteni azt, hogy akár évtizedek múlva is ott legyünk az elitben és az élsportban. Az SKC munkáját a következő szezontól újra segíti
követi majd Mazák Német Csilla, akinek most már két szerepkörben is helyt kell állnia, otthon, mint édesanyja és mint csapatkapitány. Szépen sem már elkezdtem edzegetni, az alapozásnál a lányokkal, a csapattal együtt fogom kezdeni, úgyhogy jövő szezonban már 100%-osan itt leszek újra. Hát nagyon örülök és gratulálok ugye a lányoknak az EHF kupa győzelemhez. A cél nem más, mint minimum ugyanez. A magyar bajnoki bronzérem és az EHF kupa győzelem tehát a minimum cél. A lányok hamarosan meg is kezdik a felkészülést a következő szezonra. Az egyéni bajnokság harmadik futamát rendezték a Kárt Aréna Gokárt stadionban. A versenyzők már az új gokártokkal rótták a köröket, a negyedik futam június közepén lesz, a döntőt pedig július 20-ára tervezik. A záró futamon derül ki az is, hogy kik kvalifikálják magukat a Mira Top 50-be. A leghosszabb pályát nyitották meg a szervezők, ráadásul már az új gépekkel mehettek a gokartosok az idei egyéni bajnokság harmadik futamában. A versenyzők többsége tavaly is rajthoz állt. Második vagyok a bajnokságban, és eddig az összes futamon voltam. Ez a harmadik futam. Most vannak először az erősebb gépek, meglátjuk, hogy ez milyen lesz, ez most új lesz. Józsó az első futamban top 1-es időt ment, célja a minél több pont megszerzése az egyéni bajnokságban. A korábbiakhoz képest nagyon nagy változás, hogy új gokártokkal megyünk, és az mind teljesítményben, mind sebességben meglátszik a köridőkön is. Nagyon-nagyon jó érzés, a leghosszabb pálya van nyitva, nagyon gyors a végén, trükkös kanyarokkal, úgyhogy én most élvezem nagyon, hogy összejöhetett végre ez, hogy ilyen szép időben, gyors autókkal sokan, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek. Az egyéni bajnokság mellett egyébként idén is megrendezik a 240 perces endurance versenyt a Le Mans-i 24 órás autóverseny mintájára. A hivatalos gokart szezon március 1-től november 1-ig tart, de természetesen az időjárás lecsökkentheti, vagy akár megnövelheti ezt az időszakot. A versenyek eddig nagyon-nagyon tökéletesen sikerültek, ugye rettentő nagy nevezői létszámmal bírtunk. A mai nap egy kicsit kevesebb volt a jelentkező, hiszen kétszer elodáztuk az eső és az időjárás miatt a versenyfutamot, különben gyönyörű szép most is a létszám, nevezési létszám, úgyhogy jó a verseny, jól alakul, ugye az új gépekkel ma már, és teljesen meg vannak elégedve a kollégák is, vagyis a versenyzők a gépekkel. Az egyéni bajnokság negyedik futama június közepén lesz, a döntőt pedig július 20-ára tervezik. Azon a versenyen dupla pontszámot kapnak a versenyzők, és ott derül ki az is, hogy kik kvalifikálják magukat a Mira Top 50-be. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk, viszontlátásra!